Ez az MTK tulajdonképpen a Torghelle Sanyival erősödött. A hétvége egyik, hanem a legjobb, nézői szempontból legélvezetesebb meccse volt az MTK Debrecen találkozó. Neked mi a véleményed a meccsről, illetve mi a véleményed a bajnokság alakulásáról, mert a Győr ugye csökkenteni tudta hátrányát? Hát az MTK parádésan játszott, de szerintem már a múlt héten is egészen jó futballt láttunk. Szóval ez az MTK tulajdonképpen a Torghelle Sanyival erősödött ahhoz képest, amit ősszel, ahhoz a játékos kerethez képest, ami ősszel volt. Szerintem is jó játékosok, labdabiztos játékosok vannak az MTK-ban, az, hogy nem esnek ki, azt majdnem biztosra vettem eddig is, most is így van. Sőt, azt gondolom, hogy még a hátralévő meccseken elég komoly eredményeket érhetnek el. Hozzáteszem, Torghelle érkezésen nagyon jót tett a csapatnak, nem csak szakmailag, hanem úgy gondolom az öltözőn belüli hangulatnak is. Vas Ádám érkezését nem tartod erősítést? Nem. Úgy gondolom, hogy arra a posztra nem is nagyon kellett erősíteni. Szerintem a középpálya megvolt már ősszel is, inkább a védelem az, ahol erősítésre szorul a csapat. Most kiesett az Ádám tulajdonképpen, és így is ragyogóan játszik a csapat. Én őt tehát poszt szerint nem éreztem erősítésnek, a Sanyi viszont igen, hát az nagy lökést adott. Mi a véleményed Sanyiról, minek köszönhető, hogy az MTK-ban ennyire gólerős formában tud játszani, míg a Videotronban ő sokszor csak szenvedett a pályán? Hát más, hogy mondjam, egy picit más mentalitással játszik most a Sanyi. Én úgy gondolom, hogy talán indokolatlanul is elég sokat mellőzték őt a Videotronban, és hát most meg akarja mutatni, hogy azért még toppon van. Szóval ez a motiváció is elegendő ahhoz egy játékosnak, hogy jól szerepeljen, vagy kihozza magából azt, ami benne van. Te beírnál őt most a válogatottba? Én azt gondolom, hogy már 30 fölött nem hiszem, hogy benne kellene gondolkodni. Én azt is nagy sikernek tartom, ahogy az MTK-ban futballozik, vagy ahogy húzza most a csapatot magával. Már nem nagyon számolnék azért hosszú távon vele a válogatottban.